Képes Géza, a 90. Zsoltár. Időtlen időktől hiszünk te benned, te voltál, Uram, biztos menedékünk. Mikor nem voltak még hegyek, se völgyek, föld és világ nem öltött formát nékünk. Igaz Istenünk voltál, az is vagy, öröktől fogva jóságos és nagy. Ki tudhatja haragodnak erejét, ki ismerheti meg gerjedelmedet? Taníts minket, mi az égi bölcsesség, hogy elkerüljük a veszedelmeket. Légy kegyelmes hozzánk, szolgáidhoz, s elviseljük parancsod bármit hoz. Töltsd be minket a te nagy jó voltoddal, hogy énekben vigadjunk minden reggel. Éledjünk, mint az ágboltod gaj, ha rásít a nap, teljünk meg fényeddel. Gondok múltán ránk áldásod osszad, ellen tudjunk állni a gonosznak. Ragyogjon a te szolgáidban végre dicsőséged, és azok fiaiban. Legyen rajtuk a mi úrunk szépsége, életünknek jó és rossz napjaiban. Kezünk tettét kérünk erősítsd meg, kezünk tettét mondom, erősítsed. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm diákjainkat, tanárainkat és barátainkat. Saint-Exupéry kishercegének rókája ezt mondta a kishercegnek. Mindig mondd meg előre, mikor jössz, és én díszbe öltöztetem a szívemet. Tudod, szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kisherceg. Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta a róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Ez a nap is ünnep, véget ért a vakáció. Mit érne a vakáció a tanév nélkül? Semmit. Most mindenki nagyon sajnálja, hogy elfogytak a szabadság napjai, nem csak a gyerekek, de mi felnőttek is. 76-ot aludtunk a tanév záró óta. Szétszélettünk, és most örömmel találunk egymásra, meséljük barátainknak a véget nem érő élmények sorát. Milyen jó is visszanézni ide, milyen jó is visszatérni gimnáziumunk biztonságos falai közé. Vigyázzatok iskolánkra, mert nagyon sok ember a nyári szabadságunk alatt rengeteget dolgozott azon, hogy tiszta, rendes környezetben töltessük napjainkat. Köszönjük a technikai dolgozók kitartó munkáját. Az év hitéleti célja, az életünk programja és célja szentté válni. Ez kíséri végig a tanévben munkánk és imánk. Mint az előző tanéveknek, a most indulónak is meghatároztuk a pedagógiai céljait. Kiemelkedő pedagógiai célja iskolánknak a mozgás, sport, testnevelés témakör. Jelentős esemény előtt állunk. A sportcsarnokunk építése nem sokára befejeződik. Már csak néhány hét és elkészül, és birtokba vehetitek. Addig is kérem diákjaink és testnevelőink türelmét. A csarnok avatása az egyik nagybetűs ünnepe lesz iskolánknak. Rég volt ilyen kiemelkedő alkalom a Prohászka gimnázium és a város életében, már nagyon készülünk arra, hogy az intézmény épületegysége teljessé váljon, és most itt állunk a megvalósulás küszöbén. Kívánom, hogy az új épület falai között teljesedjen ki a szellem, a lélek és a test harmóniája. Kedves 5. osztályosok! Már nagyon vártunk titeket. Egy évvel ezelőtt kezdtük el szervezni a felvételi előkészítőt számotokra. Majd emberpróbáló felvételi után izgatottan vártátok az eredményt. Akik itt vagytok, mindnyájatokban megvan a tehetség, hogy a Prohászka magas elvárásait képesek legyetek teljesíteni. Jó volt látni a gólyatáborban a lelkes gyerekeket, akik még önfeledten játszanak a gyönyörű Péliföld Szentkereszt fái alatt, de már gimnazistaként érdeklődnek az új és számukra ismeretlen prohászkás különlegességek után a tábor tűz hangulatos lángjai mellett. Remélem, hogy a Pitter tanár úr által vezetett éjszakai túrán mindenki bátran helytállt. Befogadunk benneteket a Prohászka nagy családjába, és elfoglaljátok helyeteket iskolánk egyik kiemelt helyén az aula első két sorában, most egy évig ti lesztek a legkisebbek.
diákjaink, ti már tudjátok a gimnáziumi élet csínyát, bínyát. Fogadjátok szeretettel a kis gólyákat. Bárhogy is van, azért vagytok itt, hogy tanuljatok. Munkátokat hassa át a szeretet, az őszinteség és az öröm. Örömmel végezzétek el a rátok bízott feladatot, mert a saját fejlődéseteket szolgálja. Tanulmányaitokban és a sportban legyet köztetek tiszta és tisztességes a verseny. Osztályaitokban és iskolánkban kialakult közösségeinket tudatosan ápoljátok. Védjétek és segítsétek a rászorulókat. Nagyra becsült kollégáim! A lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenekben szeretet. Szent Ágoston szavai ezek, amely több mint másfél évezrede vezeti keresztény közösségeinket. A hippói püspök szavai arra hívnak minket, hogy az új tanévben is dolgozzunk együtt, közösek legyenek céljaink. Figyeljünk egymásra, és az évtizedes jó tanári közösség ereje emelje gimnáziumunk színvonalát. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán is minél több gyermekünk érjen el sikereket tanulmányaiban, a zenében, vagy akár a sportban. És bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjon. A közös liturgikus alkalmak, az osztálykirándulások, az iskolai bajnokságok, a nyári táborok, egy közös színházlátogatás mind-mind új élményekkel gazdagíthat, és nem utolsó sorban fontos építőkocka lehet egy valódi közösség kialakításában, formálásában. Kívánom, hogy minden reggel örömmel lépje át az iskola küszöbét minden diák és tanár. Szeretném bemutatni új kollégáinkat, új tanárainkat. Kérem, hogy fáradjon ide Koncsos Melinda tanárnő, aki német és magyar nyelvet fog tanítani. Zonneveld Margit tanárnő német nyelvet fog tanítani. Hellner Donáta tanárnő testnevelést fog tanítani. Peták Eszter és András tanárnő és tanárúr, aki néptáncot fognak tanítani. Ezek közül négy öreg diákunk van, hogy fogadják szeretettel úgy is, mint visszatérő prohászkásokat. Hát ez egy jó kezdés volt nekik, úgyhogy reméljük, hogy ezt megtartják a következő 40 évre is, és emlékezni fognak rá. A múlt héten megérkeztek a tankönyvek, és már jó pár diák bejött segíteni a tankönyvek szétpakolásában és rendezésében, de volt két kiemelkedő, az egyik őjük Sepp Márton, 9. B-osztályos tanuló, kérem fáradjon le, és Katona Dóra, 9. B-osztályos tanuló. Mindenki kész? Akkor feszítsük ki a vitorlákat, a 2014-2015-ös tanévet megnyitom. Szalóci Dóra tanárnő vezényletével az A-gimnázium kórusa énekel, zongorán kísér Peter Károly tanár úr. Ha, 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 ha
Most pedig kérem a 12. évfolyamot, hogy hagyományainkhoz híven köszöntsék az 5. évfolyamot a tudást jelképező almával.